Európa szerte fokozódik a Covid diktatúra. Most már ott tartunk, hogy például Franciaországban az államelnök Emmanuel Macron egyenesen háborút hirdetett az oltatlanokkal szemben, miközben az most már nyilvánvaló, hogy a Covid oltásokkal nem lehet megállítani a koronavírus terjedését. Ezért Európa szerte számos országban több tízezren folyamatosan tüntetnek a Covid diktatúra ellen. Itt Magyarországon a Mi Hazánk mozgalom az a politikai erő, amely most már hónapok óta folyamatosan az utcákon van, és folyamatosan tüntetünk, folyamatosan tiltakozunk, és valószínűleg ennek köszönhető az is, hogy nem annyira durva a Covid diktatúra Magyarországon, mint számos más európai országban. Ennek ellenére azonban rengeteg olyan honfitársunk van, most már több ezeren lehetnek azok, akik elveszítették az állásukat amiatt, mert nem engedtek a zsarolásnak, nem engedtek a kényszerítésnek. Olyan területeken lehet óriási probléma, óriási veszély, mint például a rendőrök esetében, vagy a tűzoltók esetében, vagy akár, hogyha pedagógusokra gondolunk, akik közül nagyon sokan most éppen kényszer szabadságra kellett, hogy vonuljanak azért, mert nem vették föl a Covid-oltást. Ezért arra kérek mindenkit, hogy folytassuk az ellenállást, és jöjjenek velünk most is tüntetni január 16-án, vasárnap délután 3 órakor, tehát 15 órakor találkozunk itt Budapesten az Akadémia utca 3 szám előtt, ugyanis itt található az Emberi Erőforrások Minisztériuma, itt található ebben az épületben az Egészségügyi Államtitkárság. Vonuljunk innen a Köznevelési Államtitkársághoz, álljunk ki az egészségügyi dolgozók mellett, álljunk ki a pedagógusok mellett, álljunk ki a rendőrök, a tűzoltók és mindenki mellett, az önkormányzati dolgozók mellett, akiket most már kényszerítenek a Covid-oltások felvételére. Tartsanak velünk, a tüntetésen fel fog szólalni Dúró Dóra, az országgyűlési képviselőnk, de itt lesz Dózs Dávid, az elnökségünk tagja, aki ezúttal a megzsarolt önkormányzatok nevében fog felszólalni, mint Cserháth Haláb polgármestere, és szintén szót kap dr. Páli Jenő, az általunk felállított koronavírus kutatóközpont vezetője, és természetesen én is beszédet fogok majd mondani. Jöjjenek önök is, ne adjuk fel, folytassuk a tüntetéseket, folytassuk a tiltakozást, elég a Covid diktatúrából, nem tűrjük a zsarolást. Aki magyar, velünk tart.